az olajos magvak igen értékes élelmiszernövényeink. Én még egyetemista koromban ismerkedtem meg ezekkel a növényekkel. Az első irodalmi kutatások alapján a resveratrolnak a kimutatása is az olajos növények egyikéből, a szőlőmagból, illetve a földi mogyoróból került azonosításra. Így tehát felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a többi olajos magféle is rendelkezik-e ilyen értékes antioxidáns tartalmú vegyületekkel. Minden általunk vizsgált olajos magféleségben találtunk kisebb-nagyobb koncentrációban resveratrolt. A legnagyobb mennyiséget a napraforgó magból sikerült kimutatnunk, de találtunk a mustármagféleségekben is, ott a legnagyobb mennyiségben a vad fekete mustármag volt az, ami jelentős resveratrol tartalommal rendelkezik, és hát hogy értsük ennek a lényegét, tudjuk, hogy a vörösborféleségek, illetve a szőlő magas resveratrol tartalommal rendelkezik, és ezért a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben védő anyagként szolgál. Körülbelül az olajos magvak is ugyanennyi mennyiségű resveratrolt tartalmaznak, mint egy jó minőségű vörösbor 100 g-ra vetítve. Most vannak olyan betegségcsoportok, akiknek nem tudunk vörösbort javasolni, vagy a betegségük, vagy pedig amiatt, mert túlsúllyal rendelkeznek. Most ezeknek a betegeknek itt egy másik fajta lehetőség, és az olajos magvak moderált mennyiségű bevitelével, ez napi mennyiségben ilyen 30-40 g, szív- és érrendszeri megbetegedések ellen védő hatású lehet. Én úgy gondolom, hogy minden kutatónak nagyon jó érzés az, amikor egy vizsgálat végén pontot tud tenni, és a saját maga által feltett kérdésekre választ tud megfogalmazni.